Jó napot kívánok a tévénézőknek! A Zsoltárok könyvéből fogok most olvasni egy verset, a 133. Zsoltár első versét fogom olvasni. Ó, mi szép, és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Megszólít bennünket az Isten. A zsoltáros, világos, egyértelmű útmutatást ad ezen a mai napon a számunkra. Azt mondja, ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Ezen a mai reggelen, ezen a mai napon gondoljuk végig az életünket. Gondoljuk végig családi kapcsolatunkat. Gondoljuk végig munkánkat. Mondjuk milyen viszonyban vagyunk a szüleinkkel. Mondjuk milyen viszonyban vagyunk a nagyszüleinkkel. Milyen viszonyban vagyunk a munkatársainkkal, szomszédainkkal, rokonainkkal. Ahogy éppen mai igénk is utalt rá, milyen a viszonyunk a testvérünkkel. Több olyan ismerősöm is van, aki nincs jóban a szüleivel, vagy mondjuk nincs jóban a testvérével, mondván nehéz esetek. Hadd kérdezzem meg, tényleg ők a nehéz esetek? Tényleg velük van a gond? Biztos? Nem lehetséges, hogy véletlenül, csak egészen véletlenül én vagyok a nehéz eset? Nekem vannak problémáim? Miattam múlik a kapcsolat? Minősége? Nem lehetséges ez? Biztos? Nem lehetséges, hogy miattam nincs jó viszony a családommal? Ilyen kérdéseket kell őszintén feltenni magunknak, amikor krízis helyzetbe kerül egy kapcsolatunk, családunkkal, vagy a munkánkkal, vagy a hétköznapi életünk során. Tudok olyan testvérekről, akik képesek voltak egy 10-15 cm-es földért, 10-15 évet pereskedni. Valóban erre van szükségünk. Az erőfitoktatásra. Ezért mondja mai igénk. Ó, mi szép, mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Tudok-e egyetértésben élni a családommal, a testvéremmel, a munkatársammal, az ismerősömmel, a barátommal? Vajon konfliktus kereső személyiség vagyok, vagy konfliktus megoldó személyiség vagyok? Azt cselekszem mindig, ha egy társaságban vagyok, hogy ott düh legyen, hogy ott konfliktus legyen, azt élvezem, vagy azt, hogyha nyugodtan, szépen tudunk beszélgetni, hogyha megértjük egymást. Kedves testvérem, ha van 10 dolog, és 9-ből nem értünk egyet, és egyben pedig egyetértünk, akkor azon az egyen induljunk el, amiben egyet tudunk érteni. És azt a 9 témát hagyjuk. Képes vagyok erre? Hogy abban az egy témában, amiben egyetértek, a 10-ből abban tudjak beszélgetni, abban tudjak gondolkodni? Ez az, amikor valóban vállalom a másikkal a kapcsolatot. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Olvassuk igényben. Ne feledkezzünk meg arról, hogy csak akkor lesz áldás az életünkben, a munkánkon, ha a másik emberrel egyetértésben tudunk élni. Különben nem lesz áldás rajta. Ez az oka annak, hogy oda kell figyelnünk arra, hogyan élünk. Látszódnia kell ugyanis a keresztény ember életén, hogy Jézus ott van. Meggyőződésem, hogy amilyen viszonyom a másik emberrel, olyan a viszonyom az Istennel is. Ha nem jó a kapcsolatom az emberekkel, akkor nem jó a kapcsolatom az Istennel sem. Összefüggés van tehát. Adja Isten, hogy jobban legyünk egymással, és Istennel is. Amen.